egy súlygolyóval lökött, hát ezért el egy kicsit összetörni a teremnek a talaját. Azért ami lényeg, hogy meg kell fogni a súlygolyót, lehetőleg a milyen jobban alakzik lipregyekkel, tehát ez nem igazán jó, ha benne van az ember tenyerébe a súlygolyó, és föl kell tenni nyakhoz. Ez nagyon fontos, tehát lökésnél is nem szabad elvenni a nyaktól, de ez sajnos érvénytelen. Akkor le fogja esni a könyökünk, és ez hajítás lesz, amit ugye kis lapodobásra szeretnénk látni. Tehát ugye az lenne a fontos, hogy fölviszünk a nyakhoz, a könyök fönt van, és ugye ennyire tudjátok majd elvezni a súlygolyót lehetőleg. Ugye úgy, hogy a lökésnél jövő jobban az újbegyről kell elvezni, hiszen akkor lehet a lehető leghosszabb úton kísérni a súlygolyót. Úgy tudom, hogy mi helyből tanultatok lökni, de a helyből lökésnek az lenne a lényege, hogy ezek dobótervezve kell beállni, amikor a jobbkezesek esetén a dobláb egy picivel előrébb lesz, mint a bal láb. A súlygolyót beveszünk nyakhoz, picit hajlik a jobb lábunk, és majd megmutatom, először elmondom, a bal kezünkkel fölfogunk magasra, akkor a jobb csípőt be kell majd forgatni a dobás irányba, ahova szeretnétek lökni, és hát nagyon egyszerű, el kell lökni a súlygolyót. Akkor megmutatom. Köszönjük szépen!